Engedjék meg, hogy bemutatkozzam, Csatlós István vagyok, tanárként dolgozom, informatikát oktatok hosszú évtizedek óta. Az informatika oktatása mellett vizsgáztatással foglalkozom. Az érettségi, középszintű, emelszintű érettségi, az OK és szakvizsgák területén, ECDL vizsgáztatóként is dolgozom, illetve hát ezen területeken hallgatók felkészítésével foglalkozom. Sokan ismerhetnek már videóoktató filmekről is, például az Excel 2003-as, Office 2003-as verziójának oktató videóját készítettem, amelyet nagyon örömömre sokan használnak az országban. Most szeretném ezt az oktató videót tovább fejleszteni, megmutatni azokat az új lehetőségeket, amelyek a 2010-es verzióban vannak. Tulajdonképpen nem nagy változáson ment át a 2010-es verzió, a 2007-es verzióhoz nagyon hasonló, az eszköztárak helyett a menüsor megmaradt, de az eszköztára helyett egy formázó szallag van, amely formázó szallagon helyezkednek el az adatok. Mint látható, az Excel felhasználási területei a képen vannak. Ez a 2003-as verzióra igaz képernyőkép. Csak azért mutatom, hogy közben lássuk azokat a feladatokat, amelyeket azokat a ismeretanyagokat, amelyeket az oktató videóban be fogok önöknek mutatni. Háttérben azokat az ismeretanyagokat láthatják, amivel foglalkozni fogunk, amit az egyes videóanyagokban be fogok önöknek mutatni. Annyit szeretnék hozzátenni az ismertetőhöz, hogy a lemezre, a DVD-re, amelyen ez az oktatóanyag elhelyezkedik, többféle formátumot fogok elhelyezni. Arra a DVD-re, amelyet meg lehet vásárolni, vagy le lehet tölteni a videóbázis honlapjáról, többféle felbontásban fogom elhelyezni az oktatóanyagot. Ennek célja az, hogy mindenki a saját gépén a megfelelő módon tudja majd megjeleníteni az anyagot. A legnagyobb felbontás az 1280x800-as felbontás lesz, és ebben a felbontásban Adobe Flash formátumban, illetve hát Adobe Flash által szervezett formátumban jelennek meg az adatok, amely mögött MP4-es filmfájl típus rejlik. Ezt nézegetni az Adobe Flash Viewerrel, amely beépítetten a lemezen rajta lesz lehetséges, tehát semmit nem kell csinálni, csak az adott filmet kiválasztani bal oldalon megjelenő sávon, és akkor elindul a film. A film lejátszását a viewerrel, a Shift Space billentyűvel lehet megállítani, folytatni pedig a Space billentyűvel lehet. Lehet látni, hogy a megjelenő listában, hogy egészen a grafikon készítésig eljutunk a feladat megoldás során, sőt, hát minden egyéb plusz megjelenik a feladatban, a feladatokban. A feladatok megoldása az lépésenként történik. A feladatokat, érettségi feladatok, OK feladatok, ECDL feladatok és saját feladatok közül választottam, ahogy azt fogjuk majd látni. A háttérben megjelenő plusz információk segítenek bennünket abban, hogy miben fogok foglalkozni. A kisebb felbontású változat
1024/768-as felbontású változat az VMV kiterjesztésű filmfájlokból fog állni, és egy menü szervezés fogja biztosítani azt, hogy az adott feladatcsoport elérhető legyen mindenki számára. A videóbázis honlapjáról néhány példa videó is lesz majd letölthető, amelyben önök megnézhetik, hogy hogyan építettem föl az oktatási anyagot. Az oktatási anyag jelen pillanatában terveim szerint folytatódni fog, és mind a adatbázis kezelés, mind a szövegszerkesztés, mind a prezentáció készítés és mind a weblap szerkesztés is szerepelni fog benne, úgyhogy így lesz egy komplett teljes Microsoft Office 2010-essel foglalkozó oktatási anyag. A képen most a háttérben éppen az esetvizsgálót, a szenáriót látjuk, amiről elég keveset mutatok majd be a feladatokban. Hát, hogyha van igény rá, akkor elmehetünk, mint ahogy azt többször jelzem a feladat megoldások során, a Visual Basic és a Visual Basic makrók irányába. Itt csak fölvetítem azt itt a kis bevezető végén, hogy mi az a makró és hogyan használjuk. A feladat megoldásokhoz, tehát a vizsga feladatokon elért eredményes teljesítéshez ezek ismerete nem szükséges, mégis olyan hasznos területe ez a Microsoft Office programjainak, hogy érdemes vele foglalkozni. Ezzel befejezném a rövid bevezetőt, és hát várom a véleményeiket, elérhetnek a csatlós.istvánkukac@freemail.hu e-mail címen. Köszönöm szépen, viszontlátásra!